Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy gyors videó, mint tudjátok, az új patch kijött a Battlefield 4-re, és most már a Battlefield egészen játszható lett, és rengeteg új beállítások lettek, és úgy alakult, hogy kértek tőlem segítséget, hogy csináljak már egy videót, fordítsam le magyarra ezeket a beállításokat, és hogy mit, hogyan, miket változtatnak ezek a beállítások. Akik látták netán X-Factornek a videóját erről, egy ugyanazt a témát fogom lelökni, csak magyarul, úgyhogy érthető lesz legalább, és hogy ki mit csinál. Úgyhogy előtt gyorsan bele is megyek a változásokba, miközben itt Andris Lankovics és Tibi lesz a segítségemre, és elkezdjük a különböző dolgokat lefordítani magyarra, amiről igazából úgy gondolom, hogy a fontosabb téma, és tudnotok kell. Amivel nem kell annyit foglalkozni, arról nem fogok beszélni. Nos, akkor jöjjenek a beállítások, elmegyünk ugye a gameplayhez, a gameplaynél kérem szépen rámegyünk egy advanced optionre, és ennyi mindent kell majd beállítani. Nos, mivel kell foglalkozni? Amit látjátok, a High Frequency Network Update, ez a 10 Hz-es network update, amin az új Battlefield fut, azt jelenti, hogy jobban regisztrál maga a játék, és tehát bármilyen mozdulatot csináltok, egyszerűen a szerver jobban fogja regisztrálni. Oké, ezekkel a részekkel igazából nem kell foglalkozni, ezek rád vonatkoznak, hogy mekkora a célkereszted, mekkora az inventory, mi a fene az, tehát, na minden, a inventory-nak a láthatósága, stb. Vagyis a nagysága, inkább így mondom, tehát mekkora a nagysága. Ezek jók így alapul, ahogy vannak. Na most innen jön a trükk. Látjátok a minimapot? Megmutatom a trükköt. Nézzétek majd a bal alsó sarokba, ugye a kis térképre, levesszük a nagyságát 77%-ra, ami annyit tesz, hogy ha nézitek a térképen a minimapot, olyan kicsike lett az egész. Aztán ugye ez arra szolgál magyarul. Úgyhogy visszamegyünk. Én alap 100-ról, tehát nem is tudom, alap 100-ról volt-e, de én fölvettem 150%-ra, és azzal együtt így néz ki a történet, tehát belátom az egész szigetet például, és frankon fel tudok készülni arra, hogyha jön valami netán még jármű, vagy ellenfél az egész szigeten. Mit lehet még beállítani ebben a videóban? Lássuk csak, illetve a minimapon mit lehet még beállítani. Azt mondja, hogy ikonok láthatósága, tehát az, hogy például az üres járművek, az ellenfél ikonok, a baráti ikonok mennyire legyenek láthatóak ezen a bizonyos járműben. Közben Lankovics leszúrja a tévét, ekkora hülyét. Na jó. miért szúrtátok le egymást? Na mindegy, ne is válaszoljatok. ugye itt van az icon visibility, ezt érdemes azért fölvenni viszonylag láthatóra, mert az információra szükség van játék közben. A minimapon a background visibility azt jelenti, hogy mi látszódik a háttérben, és ez lenne a lényeg, tehát a background, ahogy a háttérben mennyi minden látszódik, fű, vagy ugye a maga az épületek, vagy valami ilyesmi, azt is érdemes egy kicsit láthatóbbra venni. Megnézzük a dolgot, ez így fog kinézni, tehát most szépen látható a sziget, szép élesek a rajzok, tehát látod tisztán, hogy honnan jön az ellenséges mozgás, és van egy nagy térképet, tehát tisztán látod, ezt mindenki beállítja magának úgy, ahogy szeretné. Nos, további beállítások. Minimap. Minimap default scale, az azt jelenti, hogy mekkora területet mutasson be a minimap, tehát nálam én 100 méterre raktam, az megfelelő távolság számomra. A icon scale with minimap, az azt jelenti, hogy ahogy mozgok, és az ikonok kerülnek közelebb hozzám, úgy fognak növekedni, tehát jelenleg, hogy távolodok, úgy távolodnak is. A minimap rotation with player, az azt jelenti azt, hogy amerre fordulok, úgy fordul velem a minimap is. Nos, Common HUD Word Icons, az azt akarja, nézzétek a C betűt, ahol foglalódik, ez ezt jelenti.
kinek mekkorára van szüksége, akkorára állítom be, állítja be, én ezt kb. Egy ilyesmire szoktam, hát szerintem ja, egy ilyesmire szoktam hagyni, hogy megfelelő legyen az információ mennyiség, de ne legyen túl nagy és zavaró is. A scale with distance az azt jelenti, hogyha távolodom tőle, az adott ikontól, az úgy fog tőlem is távolodni, szóval azt nem feltétlenül szeretnénk 100%-on hagyni, azt meghagyjuk mondjuk én egy 70%-ra be fogom állítani magamnak, szóval csökkenjen, de ne teljesen, hogy azért még kapjam az információt, vagy feltűnjön az információ képernyőmön, hogyha játszok. Icon visibility az azt jelenti, hogyha figyelitek, akkor a C-t így tűnik el, így nem tűnik el, szóval én ezt is egy ilyen 70%-ra beállítom, még ott van, nem túl zavaró, de információt ad. Na most a trükk az itt jön, hogyha zoomolok, ha rá fogok zoomolni a dologra, akkor én ezt leveszem egy 5%-ra, hogy fog kinézni. Ez az nagyon jó újítás a Battlefieldben, ha zoomolok, 5%-nyira látszik, sokszor szinte semmi, és ez például rohadt jó, hogyha lőni kell valamire, vagy éppen látni szeretnéd a célt, és nincs semmi előtted, ami bezavarni, úgyhogy ez egy frankon nagyon jó újítás. Nos, a következő dolog, amivel fogunk mi játszadozni, lássuk, még van-e itt valami beállítás, ja igen, ez az Interact Visibility Zoom, az annyit tesz, hogyha valamivel reakcióba lépsz, például elkezdem foglalni a zászlót, akkor mennyire lesz látható maga, amikor ott vagyok és foglalom ezt a dolgot, ezt azért érdemesebb egy kicsit magasabb szintre venni. Pickup Visibility Zoom az azt akarja, hogyha van például egy ammo boxod, és te odamész, vagy van egy jármű az adott térképen, és annak látod az ikonját. És most vegyük fel 100%-ra például. Oké, Lankovics, megkérlek, dob már le egy ammo... Ja, jó, van ammo pak, de ez a te ammo pakod, Lankovics, dob már le egyet, kérlek. Köszönöm. Amint látjátok, ott van az ikonja, annak a kis lőszer doboznak, ott van az ikonja. Ha távolabb megyek, a minimapon látszódik, hogy nagyon jó éles is az a gyakorlatilag ez az ikon. És ezért felelős ez gyakorlatilag, hogy ezt mennyire látszik a térképen, illetve mennyire látszódjon, ha zoomolok gyakorlatilag. Úgyhogy igazából az ilyesmikre kurvára nincs szüksége az embernek, és hát a minimapon látom, az egy dolog, de amúgy meg nem, nincs rá szükségem. Szóval ezt mit tudom, levesz egy 5%-ra, vagy 4-re, teljesen mindig. Úgyhogy ez meg ugyanaz, hogy ugye itt van az Explosive Ammo, Medic Pack, tehát megint csak az, hogy mennyire látszódnak ezek a zoom közben. Na, például most, lementem ezt a kis dolgot, és gyakorlatilag ugye nem látszódnak, hogyha rájuk zoomolok. Persze a minimapon el lehet őket halványítani is egy kicsit, de úgy vagyok vele, hogy az információ a minimapon számomra fontos, és azt meg szoktam tartani, de mindenki eldönti magának, hogy mennyire akarja ezeket az információkat megtartani a minimapon, hogyha annyira nem akarja megtartani a minimapon ezeket az ikonokat, akkor a background visibility-t mondjuk egy kicsit lejjebb veszi. Nos, ennyi. Az icon visibility azt hát igazából megtartjuk, mert akkor az ellenfélnek az ikonját is halványítja, hogyha nem azt csináljuk. Szóval lejjebb menjünk. Kezdjük a friend HUD word ikonnal. Ez azt jelenti, hogy bármi, ami a baráti tűznél, tehát bármi, ami a baráti ellenfél, tehát ha valaki van a squadodba, azoknak az ikonjairól mesél ez a Friendhood World Icons. Szóval bármi, ami a squadodban van, vagy baráti csapatban van, azoknak az ikonjainak a láthatósága mind ez. Úgyhogy kezdjünk játszadozni egy kicsit ezzel a partival, hogy hogyan is legyen. Lankovics, kérlek szépen állj föl, mert most te leszel a főszerepben, és veled fognak történni a dolgok. Úgyhogy minden nézőt megkérem, szépen figyelj Lankovicsnak a nevét, hogy is fog ez kinézni.
Ne. És rámegyünk az optionsre, jöjjön a friendly, hogy mit takar ez. Ugye, akkor itt megyünk, hogy size. Ha rámegyünk a size-ra, akkor láthatjuk, hogy Lankovicsnak a neve hogyan fog csökkenni, vagy éppen növekedni adóval időnként. Úgyhogy a size az igazából maradt egy kicsit kisebb, tehát nem kell olyan hatalmas neveket olvasni. Persze, aki szereti olvasgatni a társainak a nevét, az nekem teljesen rendben van. A scale with distance az megint csak ugyanaz, hogyha távolodik, akkor távolodik a neve, egyre kisebb lesz, és a végén eltűnik. Icon visibility, na itt jön ugye a trükk, hogyha a Lankovicsnak a nevét fogjátok figyelni, el is mentem, mennyire fog látszódni a neve, akkor gyakorlatilag erősen látható lesz. Tehát minél magasabbra veszitek az ikon láthatóságát, ikon visibility-t, annál láthatóbb lesz az ő neve gyakorlatilag. Szóval, ha fölveszed, tehát el is halvány, az ikon annyit takar, hogy szerintem megkérem, Lanko, egy kicsit állj neked balra, egy kicsit csak, úgy jó, tökéletes. Szóval látjátok, hogy ott van a lőszeres kis ikonja, a három kis golyó, az mennyire látható. Én azért azt érdemes csak azt igazából megtartani egy kicsit láthatóbbra, akkor Icon Visibility in Zoom, hogy mennyire legyen, mennyire zoomoljon, amikor zoomolsz, mennyire legyen látható, azt egy kicsit érdemesebb szerintem lejjebb venni, de még lássad, hogy friendly elősz, és nem ellenfélre, vagy valami ilyesmi. Health bar review, tehát ez is, hogy mennyire látható az ő health barja igazából, szóval én azt, tehát azt is szerintem érdemes egy kicsit lejjebb venni, bár hogyha medikkel játszol, akkor ugye érdemes fönt hagyni, úgyhogy tehát én ezt így egy 50% környékére meghagyom, mert nekem elég az, tehát észreveszem. Zoomban a health bar visibility, tehát hogyha zoomolsz, mennyire fog a health bar látszódni, én azt úgy teljesen leveszem, tehát ne is zavarjon be, megmutatom, hogy ez hogy néz ki, így néz ki, szóval teljesen nem látszik a health bar, csak a health bar egyelőre. Options, megint gameplay, advanced options, jó, enemy friendly. Na most az info visibility, ugye Lankovicsnak a neve lesz az. Szóval az, hogy mennyire látszik, én alapvetően azt is beveszem egy 50%-ra, mert hogy miért ne. Info visibility when zoom, tehát amikor zoomolsz, mennyire fog látszódni a neve, én nálam azt szervusz, az nem kell nekünk. Save settings, és akkor kérem szépen így néz ki a dolog. Szóval, hogyha lövök, akkor Lankovics neve nem fog látszódni, és teljesen jó parti lesz a dolog. Nos, köszönöm szépen Lankovics, na most Tibi, Andris, ti jöttök. Ha akarod, Andris, álljon a Tibi mellé, hogyha jól esik. Oké, köszönöm szépen, és szerintem egy kicsit állj távolabb, Andris. Hátrafelé, úgy, jó, köszönöm. Tibi, maradj ott. Még egy kicsit hátrébb, Andris. Még? Most a jó, oké. Aha, jó. Nos, kedves nézők, miután berendeztük őket, akkor jöjjön a további beállítások, rátérünk az ellenfélre. Tibi, megkérhetlek, hogy neked balra húzódj ki egy kicsit? Még egy kicsit? Jó, vissza. Úgy jó, tökéletes, köszönöm szépen. Az ellenfélnél van ugye a leglényegesebb pont. Mit érdemes nézni egy ellenfélnél, vagy mit szeretnénk látni az ellenfélnél? Úgyhogy rámeljünk erre, hogy Enemy Head World Icons. Az azt jelenti, 81%-ra látszódnak az ellenfélnek az ikonjai. Tehát a név, amit látjátok, így megnövekszik. Ha nézitek Tibinek és Andrisnak is, a háromszög és a nevecske teljesen növekszik. Tehát én úgy vagyok vele, hogy megszoktam a régit, a 100%-os nekem teljesen elég. Miért fontos az, hogy lássuk az ellenfél nevét? Mert gondoljátok végig, ha a tökéletes közepét növitek a névnek, vagy az életcsíknak, az felér egy tökéletes találata, vagy netán egy headshot-tal. Szóval, a következő, megint csak a scale with distance, amit látjátok, amit mondok az, hogy mikor tűnik el Andrisnak a neve, tehát minél távolabb megy, mikor tűnik el. Ha nem akarom, hogy annyian gyorsan eltűnjön, akkor beállítom egy kicsit alacsonyabbra, és gyakorlatilag elméletileg Andrisnak a neve egy kicsit később fog eltűnni.
mint kellene, de ez igazából nem akkora válasz idő tulajdonképpen, tehát hamarabb észreveszem az ő nevét is, meg a Tibiét is, tehát azt jelenti, hogy közeledem, hamarabb észreveszem a nevet, tehát távolabbról jelezni kezdi már a dolgokat. Nos, ez kinek hogy milyen fontos, én megszoktam a régit, és igazából nincs is bajom a régivel, úgyhogy ezt magamnak vissza fogom állítani alapra, ami volt. Icon visibility, az egyértelmű, hogy nem szeretnénk, ha elhalványodna, 100% lesz bármikor, hogyha valakit ugye bespotolnak való, az legyen icon visibility on zoom. Én azt mondom, hogyha zoomolunk, akkor is lássam azt a healthbart, és lássam azt a nevet, amit lövök, hogy ne tudjon elmenni előlem. Healthbar visibility, az nekem annyira nem lényeges, hogy mi a healthbar visibility, úgyhogy számomra az maradhat 50%-on, sőt egy kicsit fölveszem, mert hogy lássam jobban. Mégis nem annyira lényeg, hogy 100% legyen, de szeretem látni, hogy csökken az élete, hogy tudjam, hogy még mennyit kell belelőnöm. Ugyancsak ez zoom közben is. Info visibility, az, hogy a név mennyire látszódik, ha megnézitek Tibinek a nevét, akkor nagyon-nagyon tud látszódni. Info visibility in zoom, gyakorlatilag ezt fölveszem 70%-ra, hogy mikor zoomolok, bár látom a nevét, de esetleg nem zavarja a mögötte lévő környezetet, hogyha ott jön egy ellenfél, és azt is észre kell vegyem, a neve nem fogja teljesen eltakarni a háttérben lévő információt is, mert bizony, hogy ezeket is észre tudjuk venni. Nos, nagyjából ennyi lett volna, srácok, remélem hasznos volt a videó, és remélem, hogy sikerült valami újat mutatnom nektek. És ja, hát ennyi lett volna, mindenki érezzen rá, amire akar, még egyszer ugye mondom, minimap, a mérete legyen, hogy mekkora legyen a képernyődön, 150% nálam az abszolút jó. A background visibility, hogy a maga a háttérkörnyezet mennyire legyen látható, tehát ha például egy épületben vagy, az mennyire legyen látható az épület a térképen. Az ikonok mennyire legyenek láthatóak, tehát az ellenséges mozgás, a baráti mozgás, mennyire legyen látható az adott a térképen. Az icon size, az mennyire legyen látható, tehát mekkorák legyenek az ikonok, tehát hogy észrevetted, például nem érdemes nagyon kicsire venni az ikonokat a térképen, mert akkor nem veszed észre esetleg a megfelelő információ mennyiséget. Én szeretem a nagyobb ikonokat, mert a kis térkép az hatalmas mennyiségű információt ad, szóval szép nagy ikonokat akarok, amelyek láthatóak. És ha közel vannak hozzá, még akkor is elég kényelmesen tudom őket látni és pozícionálni, hogy hol vannak. A 100 méter az pedig az, hogy milyen távolságot lássál a minimappal, és a Icon Scale with Minimap, tehát ahogy közeledek bizonyos dolgokhoz, úgy növekedjenek a minimapon ikonok, stb. A rotation, amerre nézek, arra forduljon a minimap, stb. Ez eddig is volt, ez automatikus. Akkor Common Hot Word Icons az ugye, hogy mekkorák legyenek az ikonok a izébe, tehát ugye a céljelecske, hogy mekkora legyen, gyakorlatilag, hogy távolodjanak ki a távolságokkal, mennyire legyenek láthatóak, objective vision, hogyha zoomolsz, mennyire legyen látható, hogyha éppen foglalsz, mennyire legyen látható, hogyha célt például elfoglalod, ez mennyire legyen látható, a különböző dolgoknak, amik a Földön vannak, járművek, amókrétek, stb. Ezeknek a láthatósága, tehát hogyha rázumolsz, tehát van egy üres tank, ha rázumolsz, mennyire legyen látható az a kis tankocska ikon. Ugyanez a medpack-eknél, és ezeket pedig végülis most magyaráztam el, hogy az ellenfél azért legyen minden látható, barátinál pedig legyen minden kevésbé látható, hogy ne legyen annyi információ, szükségtelen információ, hogy ne legyen a képernyőn. Köszönöm a figyelmeteket, Necrocrim voltam, és köszönöm szépen a srácoknak is a segítséget. Köszi srácok, búcsúzzatok el a kedves nézőinktől, és minden fasza volt. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok.